gyorsan véget ért. Szervusztok! A mai Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésen láthattátok ezt a Demokratikus Koalíció Facebook oldalán az élőadásban. Szerettünk volna néhány kérdést napirendre vetetni. Például azt, hogy mi történt az MTVA székházba, viszontlátásra. Mi történt az MTVA székházba, és hogyan lehetséges az, hogy biztonsági őrök képviselőket bántalmaztak. Szerettük volna megtudni, hogy Nikolai Gruevszki hazájában jogerős szabadságvesztésre ítélt bűnöző hogyan juthatott be Magyarországra, ki segítette, mert azóta kiderült, hogy magyar diplomaták is részesei voltak az ő szökésének. És mivel szerettük volna megtudni, hogy a Magyar Honvédség repülőgép beszerzései, mert honvédelminek hazudnak, de valójában Orbán Viktor luxus utazásait szolgálják. Na, szóval, hogy is történt ez a beszerzés, mennyibe is kerül ez mindez a magyar adófizetőknek. Kósa Lajos arra sem volt hajlandó, hogy ezt a 3 napirend kiegészítést felolvassa, amin persze nem csodálkozom, hiszen neki komoly gondjai vannak az olvasást illetően, ezt már láttuk. Ezek után gondoltam, éppen itt az ideje, hogy a Honvédelmi Bizottság fölállítsa az országgyűlési törvény alapján kötelezően felállítandó ellenőrzési albizottságot, és hogyha máshol nem, akkor legalább abban az ellenőrzési bizottságban ezt megtárgyaljuk. Viszontlátásra! Közben megyek el a parlamentből, hiszen nincs értelme bennülni a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén, és az ő kottájukat játszani. Mi azt gondoljuk, hogy országgyűlési képviselők legyenek ellenzékiek vagy kormánypártiak, na most sok kormánypárti azért meg nem volt bizottságülésen, azért vannak ott, hogy ellenőrizzék, hogy mit tesz a honvédelmi tárca, mit tesz a belügyi tárca, vagy éppen mit tesznek a különböző biztonsági őrök. És azt tapasztaljuk, hogy még a kötelezően létrehozandó ellenőrzési albizottság kapcsán föltett javaslatomról sem voltak hajlandók szavaztatni, azt mondták, hogy jó, hát majd az egyebekbe valamikor megtárgyaljuk. Én azt gondolom, hogy ez így egész egyszerűen nem mehet tovább. Nekünk az a feladatunk országgyűlési képviselőként, hogy ellenőrizzük, hogy a magyar adófizetők pénzét hogyan költik el. Nem egyszerű kíváncsiság ez, nem képviselői vagy ellenzéki képviselői kíváncsiság ez, hanem egész egyszerűen feladatunk, mint egy kötelezettségünk az, hogy a magyar polgárok megtudják, hogy miért vásároltak például 2 kis repülőgépet, amelyből az egyik az nem honvédségi, hanem tulajdonképpen Orbán Viktort szolgálja, legutóbb ezzel járt Brazíliába a szélső jobboldali brazil elnök beiktatásán. De jogunk van azt is tudni, hogy milyen fegyverzetet vásárol a Magyar Honvédség, no meg azt is, hogy például Nikolai Gruevszki az hogyan keveredhetett Magyarországra, és tényleg igaz-e, hogy mindenféle magyar diplomaták segítették őt annak érdekében, hogy kijuthasson Macedóniából, és bejuthasson Magyarországra. Egészen megdöbbentő, hogy hónapok óta hiába szeretnénk például a Honvéd Kórházban kialakult helyzetről beszélni, a Honvédelmi Bizottság ülésén, akár zárt ülésen is, egész egyszerűen megtagadják ezt, miközben ma reggeli hír, hogy az új státuszuk miatt a Honvéd Kórházban egész osztályokon akarnak fölmondani az orvosok és ápolók, mert nem akarják a honvédelmi alkalmazotti státuszt, és nem akarják azt, hogy nekik be kelljen jelenteni, amikor külföldre utaznak. Nem értem egész egyszerűen, hogy ezekre az végtelenül egyszerű kérdésekre, nevezetesen lesz-e orvos hiány a Honvéd Kórházban? Lesz-e ápoló hiány a Honvéd Kórházban? Van-e jelenleg probléma, ellátási probléma a Honvéd Kórházban? Ezekre miért nem kapunk választ? Ahogyan azt sem értem, hogy hogyan lehetséges az, hogy egész egyszerűen nem kapunk választ arra, hogy milyen módszer alapján vásárolnak itt össze-vissza mindenféle haditechnikai eszközt. No pláne, mire készülnek ezekkel a haditechnikai eszközökkel? Mert itt aztán fűtfát, vadvirágot összevásároltak, de a Honvédelmi Bizottság egyetlen egyszer tájékoztatást arról nem kapott, hogy mit akarnak ezzel csinálni. Egy harangozó képviselőtársammal, MSZP-s képviselőtársammal együtt nyújtottuk be a napirendi javaslatot, és mi arra az álláspontra jutottuk, hogy hogy a vezérkari főnök vagy a hadsereg új parancsnokának kinevezésében részt vegyünk, hogy újra föltegyünk a kérdéseket, amikre választ nem kapunk. Ennek az ég adta világon semmi értelme, úgyhogy most az következik, hogy szépen leülünk, és átgondoljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy minél több információt megszerezzünk. Na azt gondolom, hogy véget ért az időszak, sajnálatos módon a fegyveres és rendvédelmi szerveket irányító tárcák esetében is, hogy kedvesen, udvariasan beszélgetünk, valami más módszert kell kitalálni, mert egész egyszerűen az nem normális, hogy miközben a magyar kormány, az Orbán kormány fegyverkezik, aközben semmiféle információt nem kap a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, amely évek óta ledegradál. a honvédelmi kormányzat, meg természetesen a belügyi kormányzat is, amin persze azért nem lehet csodálkozni, mert ezt a bizottságot évek óta Kósa Lajos vezeti, aki lehet, hogy a disznókat meg tudja számolni édesanyjának a farmján, de hogy a honvédelmi költségvetés nem tudja, és a belügyi költségvetés nem tudja, és nincs tisztában azzal, hogy mennyit keresnek itt valójában a rendőrök, mennyit keresnek a katonák, és milyen problémákkal szembesülnek a Honvéd Kórházra Honvéd Kórházban dolgozó, na arról neki halvány lila fogalma sincsen. Mert ugye azért szeretném, hogy mindenki tudja. A miniszter levelet írt a Honvéd Kórház orvosainak, és a Honvéd Kórház azért egy fontos kórház, mert egyrészt nagyon sok embert ellát Budapesten, de sokakról vidékről is idejönnek, ráadásul a nyugállományúak jelentős része a Honvéd Kórházban kap ellátást. Szóval levelet kaptak a minisztertől, aki szépen elmagyarázta, hogy hát egy picikét többet fognak keresni, a helyzet az, hogy olyan nagyon sokat nem, viszont cserébe mind a véleményszabadságokat, mind a szólásszabadságokat korlátozzák, nem utazhatna csak úgy külföldre, azt be kell jelenteni, és ami még ennél is lényegesen. És itt van az ebb elhantolva. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre hivatkozva, akár extra ügyeletet is rá lehet vágni az orvosokra és a nővérekre. Most komolyan, tehát van egy rabszolgatörvény, ami már így is szétfeszíti a magyar családokat, ami már így is olyan lehetetlen helyzetet teremt, ahol a minimálbérért vagy garantált bérminimumért dolgozók nagy része, és igen sokan vannak ebbe az országban dolgozóknak, majdnem a fele ennyit keres, ami nem egy hatalmas összeg, szóval rájuk még nagyobb terhet rónak, szétszakítják a családokat, és arra kényszerítik magyarok sokaságát, hogy újra elinduljanak nyugat felé egy szebb és jobb jövő reményében. Most ehhez képest látjuk, hogy a Honvéd Kórházban pedig úgy próbálják megoldani a túlmunka problémát, hogy honvédségi alkalmazottakká tették őket, és a helyzet az, hogy bármikor ügyeletet rendelhetnek el. Talán emlékszünk, hogy a Koraszülött Centrum a Honvéd Kórházba bezárt, még decemberben, arra hivatkoztak, hogy hát az orvosok nem hajlandók dupla túlórát vállalni, vagy ha vállaltak is volna dupla túlórát, hát azt olyan hatalmas összegért vállalták volna, hogy ez elképesztő. Na most az amúgy is túlórázó orvos, aki nyilván fáradt, ha dupla túlórát vállal, akkor egyrészt sokkal nagyobb az esélye arra, hogy hibázott, másrészt meg azt gondolom, akinek ilyen terhet akarunk a vállára tenni, hát ezt már-már csak meg kellene fizetni. Közben persze a sürgősségi centrum se egészen úgy működik a fizetés tekintetében, elnézést, ahogy arról szó volt, mert semmiféle szerződést a megemelt fizetésekről nem kötöttek még velük, ez is megjelent ma reggel az internetes hírportálokon. Szóval, miközben egyik oldalról azt látjuk, hogy eszeveszett mértékben szórják ki a magyar adófizetők pénzét, nem tudjuk milyen feltételekkel, nem tudjuk milyen célra, addig a másik oldalon a legalapvetőbb dolgokra nincsen pénz. Az emberek sorban állnak a műtétekért, és csak mondom, ma már magánkórházakban, de szerintem ez sokotok tapasztalta, magánkórházakban is várólisták alakulnak ki, mert egész egyszerűen, akinek sürgős, vagy aki meg tudja fizetni, de leginkább az, aki már ott tart, hogy mindegy, hogy mit, inkább adósodjon el, csak kifizeti a költségét a kórházi ellátásnak, szóval az sem biztos, hogy azonnal hozzájut a kórházi ellátáshoz. Én annyit szeretnék mondani mindazoknak, akik szerint ez a rendszer így nagyon rendben van. Gondoljon abba bele, amikor a gyereke, unokatestvére, vagy ismerőse, de főleg a gyereke karácsonykor 40 fokos lázzal fekszik, és keresné a megoldást arra, hogy a gyerek minél hamarabb, megnyugtató módon hozzájusson egészségügyi ellátáshoz. És azzal fog szembesülni, hogy ilyet nem kap. De nem csak karácsonykor, hanem másnapon sem. Én abban reménykedem, hogy az ellenzéki pártok együttműködéséből ki tudjuk alakítani, itt is ügyek mentén, azokat a legjobb gyakorlatokat, amivel képviselői jogainkat maximálisan kihasználva meg fogjuk tudni ezeket az információkat. Ma nincs határ, nincs törvény, ez látszik. A fideszesek azt tesznek, amit akarnak, nem lehet őket ellenőrizni, nem lehet megtudni azt, hogy mire költik a magyar adófizetők pénzét. Egy dolgot biztosan tudunk, nem a magyar kórházakra, nem a magyar iskolákra, és nem a magyar emberekre költik. Szóval ennyi volt a mai Honvédelmi Bizottság, teljesen felesleges dühögélyek, és meghallgassak még egy tábornokot, aki majd előadja, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve, és ehhez bólogasson a miniszter, aki nem mellesleg valamikor tábornok volt, de úgy látszik, hogy elfelejtette a katonai esküjét, a tiszti esküjét, ami arra vonatkozott, hogyha kell, az élete árán is megvédi a hazát. Ők nem a hazát védik immáron, ők nem a hazát szolgálják, csak is kizárólag az Orbán kormány. Na, hát ebben mi nem vagyunk hajlandóak részt venni, úgyhogy a mai bizottsági ülés számunkra véget ért, de hamarosan újra fogunk jelentkezni, mert azért lesznek még itt érdekes dolgok. Addig pedig arra kérek mindenkit, hogy készüljetek a különböző rendezvényekre. Én hétvégén most Békés Csabán fogok beszélni az ellenzéki tüntetésen, január 19-én pedig a szakszervezetek félpályás útlezárással tiltakoznak a szakszervezeti törvény ellen. Keressétek ti is a lehetőséget, hogy hogyan tudtok szembeszállni ezzel a rezsimmel. Én senkitől nem kérem azt, hogy legyen hős. Én mindenkit megértek, akinek munkája van, de a magatok módján találjátok meg azt a legjobb módot, azt a legjobb utat, amivel ellen tudtok állni, de még inkább amivel lázadni tudtok. Köszönöm szépen, sziasztok!